Hello, szervusztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Dire Wolf sorozat következő része. Nem szoktam ilyet, de mondok ilyet is most már, ha minden igaz, akkor a 32. Na, mi változás történt két rész között? Hát itt igazából nem sok, ami látható, ha azt nem számítjuk, hogy nem vittem túlzásba, de így bekötöttem a szegmilt, meg a mindegy, csak egy likat. Nem így akartam, de mindegy. Úgy bekötöttem itt a rendszerbe, mert ezt még ugye rá lehet tenni. És hogy akkor most már dobálja bele az ebibe a motyót. Mit csináltak itt, fiúk, lányok? Halljatok meg, úgy kell majd hoznom bele a sticket. Igen, stick, majd kellene fafarmot csinálnom, most már egy kicsit uncsit elmenni állandóan fát vágni. Jó, majd az is lesz. Na, hát mi történt még? Elneveztem végre egy kicsit ezeket a travelankorokat, hogy haza meg stb. Stb. Innen elbontottam a második szintet növénykéből. Elég ez az egy is. És annyi kiegészítés történt, aha, mindjárt aratni fog, hogy ide tettem mellé egy manapult, és ez a manaszfreder van a növényekhez bindolva, és akkor ide, ebbe a manapulba tuszmákolja bele a motyót, utána innen jön ebbe a reston spreaderbe, és utána ő lövi ki a dang. Igen, be van kapcsolva a mágnesem. De jó volt! Oda bele. Igen, amint látjátok, azért előfordul néha baleset, de még mindig nem rossz az arány, hogy ja igen, meg ide csináltam a chestet, hogy töltögesse itt a rendszert. Amint látjátok, elég tisztességesen fogy is. Hát szerintem még az is lehet, hogy most leállítom itt a mókát, hogy ne bontson. Majd itt építeni szeretnék, akkor lesz így rá szükségem, mert most már azt hiszem így a különböző feladatokhoz ez a mennyiség elég tisztességes, kis ujjamat nem mozdottam meg érte, úgyhogy tök jó. Na, szóval így ez az egy szint is bőven elég, a másikat majd, mit tudom én, majd valahova kihozom igazából. Hát, mutatom is, ugye kijövök. Ide elültettem pár gumifát, hát elültettem, áthoztam onnan a túloldalról. Ide kihoztam egy manapult, meg ezt a XP gyűjtőt, a Rose Arcane-ét. Meg az is lehet, hogy ide fogom ide letenni a vizes cuccot, hogy akkor ezt itt töltögesse. És őt pedig azért csináltam, mert haj, hova is tettem? De most, de tényleg. Én miért nem találom? Bevittem volna. Ne szívassam. Csak nem dobtam ki. Ne csinálj ezt velem. Tudnélik, csináltam egy ilyen Yadded Amaranthus nevezetű növényt, ami azt a... Aha! És nincs az Ender Chestbe se. Ami azt a célt szolgálja, hogy gyártson nekem... Ja, itt van a sarokban. Ah, jó van, csak a szemem nem csapta ki. Most megnyugodtam. Tehát ő botaniás növényeket fog itt nekem termelni
izibe, annyi, hogy ide teszem a manapul mellé, és már teszi is a dolgát, igazság szerint 4x4-be, ha minden igaz, 3 itt a negyedik, igen, 1, 2, 3, negyedik, ezt a fákját innen elveszem, ne zavarjom, be, mondjuk, aha, azért attól függetlenül, hogy mindjárt ide, akkor kirakom valamerre, mondjuk, ide teszem, ó, töké. Húj de szép, húj de jó, saját kis botaniás kis kertem van, hát abból a manából itt nekem termeszti a növényeket, csak ide kell jönnöm őket lekaparni. Ez itt tele fogja itt szarni. Tök jó. Én csináltam egy ilyen kis kerítést, mint látjátok itt ezt a hátsó placot lefillereztem. Mi majd itt építek-szépítek, akkor hát valószínűleg kirúgom a házat, úgyhogy ezzel is fogok majd még itt valamit csinálni. Én is lehet, hogy itt erre hátra el fogom még itt egy icipicit hozni. Aha, viszont itt akkor nagyocska. Hát, lehet, hogy ezt itt beljebb rúgom egyel. Ezt a Deep Dark Portál épületet, mert úgyis fölöslegesen nagy neki talán. Pláne úgy, hogy nem is használom, mert csináltam egy vízkraftos könyvet. Mindegy. Na, és egy nagy építkezés zajlott még itt a két rész között. Ottan van a kis kacsommal, ezt sikerült itt kialakítanom, elkezdtem itt ezt a hegyoldalt is átépíteni. Meg itt van ez a két irtózat nagy torony. Mondjuk éjjel se néznek ki rosszul. Itt még nem tartok. Itt a tetőn. Na, kérlek szépen, fiúk, lányok, az a büdös nagy harci helyzet, hogy most nézem, fordítva építettem meg. Jaj, de jó, hát nem is erre akartam, de mindegy, lényegtelen. A másik irányba akartam, és ez nekem föl se tűnt. Jó van. Ó, para. Apróság. Konkrétan ebbe az irányba akartam, hogy nézzem, de most már ezt nem fogom megfordítani. Nincs az az Isten. Hát, mondjuk, de van, majd meglátjuk. Na. Ugye itt az emeleten van az IC2, és ezekbe a kis kulipintyókba, amiben majd még ide a bejutást megoldom, mert ez a kis lukon, kis ablakon lehet bejönni, amúgy majd ide majd ablakot fogok még betenni. Ide szeretnék szélturbinákat csinálni, ergo ilyen kinetik windgenerátorokat, és azért készült ez a bazi nagy torony, mert van itt ez a csodaszerszám, ez a windmeter, ergo szélsebességmérő hús. Na, itt vagyok a tornyok aljában amúgy. Így. És ha ezzel itt jobb klikkelek egyet, akkor megmutatja, hogy milyen erősségű szél fúj. És ugye megyek fölfelé, akkor úgy emelkedik ez a szám, meg természetesen változik, időjárás függő, és most viszont csökken már. Tudjátok, tehát megyek fölfelé, itt most már csak 38. És ezt itt ki lehet vele szaszerolni, körülbelül hol van az a magasság, ahol a legtöbbet termeli. Na, ez a magasság, ez itt van. Itt, ahol lesz. 40,8, lejjebb jövök egy picit, még itt is, itt már 79. És itt is jövök följebb, egy kicsit itt már 79. Tehát itt ebben a magasságban van, mondjuk itt lett volna igazán, de most már így marad a tökéletes, de mindegy, tehát abban a magasságban fúj a legerősebben a szélvihar. Ezért épült ez a baszom nagy torony, akkor is kimondom, és abból rögtön 3, csak hogy jó legyen. Na, és ehhez kellene nekem ugye gyártanom egy-két apróságot, mondjuk például kellene valamiben tárolni, ez lesz az MFE. Meg majd a
MFSU is. Mindeközben bedobáltam egy-két dolgot, többek között gyémántot, meg ilyeneket földolgozni, mert ez még nem volt a rendszerbe. És akkor nézzük, azt mondja, hogy kinetik. Szükségem lesz ilyen szélgenerátorra. Kell block of iron. Nézzük csak. Aha, ide is kell, akkor az 3. Meg 6, akkor az 9 darab, 9 blokk kell nekem. Ilyen vasblokk. Talán akad. 8, 9. És akkor ezt extrudálnom kell. Igen, ide, amúgy oda is tettem egy liftet. Ez a rolling, cutting, extruding. Block of iron, dolgozzá. Vére már van benne, de igen, meg update-eket is kell bele csinálnom. Jó, van, minden nem megy egyszerre. Jó, addig spuri le. És mi kell nekem még hozzá ilyen ház? Ebből simán kell a 3 darab, meg generátor, iron furnace. Ajajajajaj, na várjunk először csak egyet. Szóval ehhez kellett a 3, akkor az meglen. Oké. Van itt ez a motor. Ebből is kell nekem 3, akkor ilyen coilból kell 6. 2. Jó, ez már 8 lett. Nem érdekel. Hát remélem ilyen tincucon van. 1, 2, 3. Jó, még akad. Azért mindennel nem készültem előre. Francba vele. Jó. Melyik legyen? Jó, akkor ez lesz. Ebből még 3. Nem állok neki most itt. Ilyen, mondjuk kevesebb ilyen plét kellett volna. Mindegy, leszarom. Akkor is kell hagyományos furnace hozzá, meg kell ilyen elem, szintén csinálok egy 3-at, és akkor ez most már így megvan. 3 generátor, szuper, megvan a motor, aha, ehhez is kell a shaft iron, az fönkészül, oké. Már röppenek is ide. Szia, dobozos! Úgy, ide be. Kinetik. Azt mondja, hogy összedobok akkor 3 ilyen generátort. Nagyon jó. És 2-3 darab. Nem, ez a szélgenerátor, ez meg a kinetik generátor, tehát a mozgási energia. Ez mind a kettőre szükség van. Akkor MFE. Kell nekem MFE, de nem is azt fogom csinálni, hanem kell hozzá ilyen rotor, amiből több fajta van, mint látjátok. Ez a fa, a wood, ez pici. Tehát ez nem csak teljesítményre kicsi, ez nem tudom pontosan, de mit mondjuk ide leteszem, ide a második blokkra, és talán 3x3-as a lapátja, így ilyen kis icike-picike. Keveset is termel, nem is olyan tartós, stb. Úgy értelemszerűen megyünk fölfele, steel, vagy nem, először iron, steel, és talán a végén a carbon, ami a legerősebb. Ebből kell nekem 3 darabot csinálni. Ehhez kell ilyen block of steel csinálnom, amin van steel, dark steel, electrical steel, steelingot. Nagyszerű. De akkor miért nem az volt kiválasztva mi? Na jó, mindegy. Kell 3. Azt hiszem kell steel csinálnom. Sürgősen. Mert kevés.
naun kevés. Egy lapát, ezt most már akkor is megvárom, ha fene felé teszik, akkor is. Majd lehet, hogy vagy itt a... Nem, tényleg kell csinálnom upgrade-eket. Belemer ez így lomha, viszont ugye az a generátor nem bírja ezt a terhelést. Semmi értelme az upgrade-nek bele. Jaj, most jön a macera. Kell ilyen raf carbon mesh. Ez ilyen széncuccból készül. Hát... Na, miért nem dobott ki egy 64-es? Na, azért. Jó. Látszik, nem jól nyomtam. És egy lapáthoz... Na, számoljunk. Van itt 4. Aha, ide meg kell 9. Aj, az sok. Ez nagyon sok, úgyhogy nem állok neki számolgatni, de hogy kell. Ajaj, nincs szénporom. Nincs szénporom. Nem baj. Oda zameg bele. Ott lesz az. Oké. Dogozzá. Nem baj, lesz egy kis szulfur is mellé. Jó. Viszont föl kell vinnem kompresszálni belőle lapátonként. Ezt csak simán összerakom. Jó. És lapátonként kell 6 darab. Akkor az 18. Jól mondom. Mert egy lapáthoz kell 6, 12. Úgy és mindet föl kell használnunk, hogy szóljon. Kompresszor, de valahol itt még itt van. Ott a kompresszor, beleteszem az outlet-et, hagy örüljön. És 18-at kell, ha minden igaz. Ja. Ha elszámoltam magam, akkor így jártam. Közben te pörögjél, haver. Dobáljad azt a szenet. Majd még ezt is be lehet automatizálni, hogy menjen. Jó, carbon rotor blade. Ez a shaft, amit nem vettem ki. És ugye itt van, semmi nincsen hozzá, kivéve ezt, hogyha most beteszem. Így van. Jó, akkor addig, amíg az ott fönn dolgozik. MFE. Csak eljutottam idáig. Kell ilyen házikó, egy darab. Aha, gold cable-t azt már csináltam, viszont kell ilyen energy crystal, ami jó, megdrágították, szó se róla, szóval 9 darabból lesz egy ilyen, és ebből van szükségem 4-re. Igen, tehát azt mondja, hogy egy ilyen garnitúrából kapok 9-et, és akkor ez így lesz meg a 4 darab a 36-tal. Jó. És ezt meg a... Ezt is a kompresszorba kell behajítanom. Remélhetőleg végzett. Ah, itt meg közben gumiztam. A kompresszor még dolgozik. Jó, ez itt van a... Oké. Na, csináljad. Azt hiszem most már megvárom a 12-t. Hogy állunk energiával? Na, oda. Ó, ez nagyon jó. Akkor én ezt innen kiveszem. Kicsit begyorsult, viszont. Nézzük. Ó, nem, ezt elbírja. Ezt elbírja. A macerátort nem bírja például el. Beleteszem a 4-et, és már itt majd, hogy nem összefossa magát. Dúl az izgalom, nézzük, hogy kompresszálja itt nekem a karbonlapot. Mindjárt kész. Jó, akkor addig összerakom a rotor blade-et, még az első MFR-re, vagyis hát az MFR-re elkészül a
hozzávaló. Igen. Ja, hogy ezt igen nem tettem ide be. Csóka családnak. Hát igen. Hát persze, hogy elszámoltam magamat. Hát egy lapáthoz kell. Szia, dobozos. Jól van, semmi gond. Semmi gond. Na jó, hát akkor valószínű, hogy mivel itt eléggé nagy mennyiségben alapanyagot gyártanom, lehet, hogy ezt nem kellene végigvárnotok. Mert az, hogy ez így édeskevés volt. De... Ja igen, még három lapátra számoltam. Jó, igen, hát három darabban számoltam. Én ezt már egyetlen egy kompletnek. Azért nem stimmelt itt nekem a darabszám. A francessen bele. Na jó, viszont a szenet meg néveszem ki, amikor ez így kell. És akkor ebből kell rengeteg. Jó. Akkor dolgozzál, csém. Dolgozzál, dolgozzál. Ó, ez meg. Na jó. Most mi van? Ja, persze. Jó, igen, ez meg nem adagolja ki, erről elfelejtkeztem. Ezt meg rakjam össze. Na, nem baj. És akkor most kellene majd kompresszálnom. De akkor ezt most már megvárom. Elfelejtettem, hogy ez nem stackelődik. Jó, hanem akkor ezt vágom ide be. Hogy menjem. És legalább egy lapát hagyd legyen meg. Na, még kettőt. Gyerünk, hoci, hoci. Még egyet. Úgyhogy azt mindjárt hozok még föl bele valót. Megetetem. Ezzel a szén dologgal, meg akkor is a ide a be táplálás is meg fogom majd csinálni, mert ugye akkor ez még így mindig nem az igazi. Akkor van itt ebből a karbonból, itt még van. Nagyon jó. Isten király, megvan a négy lapát. Így. Jó, egy lapátom legalább megvan. Az, ez is valami. Itt hagytam abba. Úgy. És akkor itt a négy darab kristály. Arra leszek kíváncsi, hogy én ezt kiveszem. Akkor jó van. Na azért. Csúnya lett volna, itt nekiáll a wireless charge-ot tölteni, mert azt konkrétan azt lehet mondani, hogy mindent tölt, de hát igen, az EU-t nem. Tehát EU-ból úgy tölt, hogy ide be tudom például ezt a csodálatos szélmérőt is tenni, meg csináltam egy tritepet is a gumifákhoz. Jó, na. Mi kell nekem? Kábel. Milyen kábel kelljem? Azt mondja, 128-at bír a kopper, ami szerintem kevés. Ugye 512-ig tol magából ki a kinetik generátor. Igen. De mondjuk azt mondja, hogy jó, hát mindenféleképpen szerintem viszem a koppert, vagyis a goldot, mert ugye tettem egy liftet is. Biztos, hogy biztos alapom. Még majd ide föl a toronyba akarok. Föltenni. Na, kérem alássan, nem hoztam építőanyagot. Ó, de jó, kivéve ezt a pár darab cobblestone-t, az nagyszerű. Jó, majd lecserélem.
Így. Na, akkor nézzük. Aztán van itt egy generátorom, amit ide kellene raknom. Úgy. És van itt egy ilyen szélgenerátorom, amit meg ide kellene raknom. És error van itt a rotornál. Jó, mert hogy ugye nincs benne rotor. És igazság szerint, ha én ezt most ide belerakom, akkor ő kell, mert őrületes tempóval itten van. Már pörgölődik is, és hogyha itt hátul ott van, látjátok? Látok egy olyan áramszimbólumot, akkor teljesen jó. 217 KU. És azt nem értem, hogy most miért ilyen. Ja, Széchen van, öcsém. Ú, de nagyon. 21. Ez volt ez több is. Volt ez több is. 19. Mondani. Mondjátok? 19,2. Hát nagyon, nagyon megállt a... Most hát igen, na. A... Ennek az erőműnek az a előnye, hogy ingyé van, úgymond az energia. De azért már 19.600 eurót betermelt. Tehát ingyen van, mert a szél dolgozik. Jaj! Viszont az időjárás szeszélyének vagyunk kitéve. Mert vagy működik, vagy nem. Most itt éppen elég vérszegényen pörgölődik, amikor itt jártunk a videó elején, és meg... Jaj, Istenem, komolyan itt. Megcsinálom majd ide a bejárást. 54 EU. Ez alap nulla. Bocsánat. Ez itt alaphelyzetben a dupláját szokta termelni. Hát most így úgy döntött, hogy itt a videó kedvéért jó kicseszik velem, és nem fog itt nekem termelni semmit. Hát szakadjál meg. Jó, szevasz. Ja, viszont hát én itt lapátra várok csak úgy, hogy ezeket miért is akarom visszavinni? Azt mondja, hogy kinetik generátor. Ugye őket meg majd lecserélem. Ú, de szépen jöttem most be. Nem szabad megmozdulnom. Így. És akkor itt maradok szintbe, király. Oké. Egy. És a szél nagyszerű, már csak a lapátok kellenek bele. És gyűlik a energia. Itt meg azért csináltam úgy, hogy ugye itt a szabad tetőrész, nem pedig középre, mert gondoltam én, hogyha már az ott fönn ilyen környezetbarát ingyen energia, amit még onnan le kell majd szépen ide hoznom, és jó meló lesz, hogy akkor ide a tetőre itt lesznek még szerintem napelemek, plusz az is IC2-es, ide újfent napelem, de az nem úgy napelem, hogy energiát csinál, hanem majd desztillált vizet fogok vele eszközölni. Ja! Jó, na nézzük meg a hozzávalónkat. Mármint úgy a hozzávalónkat, hogy szerintem ugye itt a szén porunk, az itt valamennyi elkészült. Jó, értem. De majd azt az egyet is elhasználjuk. Minden el akar használódni. Nem oda, ide. Zuty. És akkor ebből csinálok megint ilyen vizgerét. Mitől lett ez páratlan? Hát valószínűleg itt van benne a páratlan szám. És nem. Nem azt kell betennem, hanem ezt. És itt a
Oké. Jó, hát most már aztán tényleg végképp nem tudom, hogy mennyi kell, hogy összejön a lapátra való. Azt mondja, hogy így. Jó, még 3 darab. Igen. Karbon. Úgy. 2, így. Így. Ez lesz itt. Még egy lapát. Ha belehozok 3-at. Már több, mint jó. Így. Úgy. Itt van a következő cucc. Van nekem ilyen... Nem, hanem... Shaft. Így van. Királyság. Ez. Igen, és akkor most jön a 12, ami kell. Igen. Az a 3 darabhoz való. 9. 10. Tizenegy, és most jön a utcsó. Ha minden jól megy. Ha nem, akkor megint elszámoltam magamat, és meg lesz a 3 generátorhoz a lapát. Fogadjunk most, ez lesz a kevés, nem, ez megvan. Király. Jaj, nem jó. Megint, most mi nem jó? Jaj, már megint mit számolok én itt? 3, és kell még egy. Tehát akkor még 6 darab. Ez borzalom. Nem megy ez ma nekem. Nem megy ez ma nekem. 6 darab. Úgy, akkor 5 itt van. Tókuszájcsém. Ja, közben besötétedett, akkor nézzük meg távolnézetből így éjszaka. Hát még ott azt a hegyoldalt akarom ott egy kicsit valami fényt alkotni, rám egy elég hülyén néz ki. Viszont ezek a tornyok, ez teljesen jó, tehát így szerint nekem legalábbis tetszik így messziről. De hogy miért nem ebbe az irányba? Így a kert felé néznek a turbinák, ne kérdezzétek, komolyan. Valamiért ide a másik oldalra kezdtem el építeni, és hogy hát annyira itt ugye a magasba itt molyoltam, hogy föl se tűnt. Na, hello fiúk! Jó, de jó lesz ebbe az irányból is, mert úgyis még majd szeretnék ide is erre a dombrészre valamit kitalálni, arra az a lebegő sziget már játék eleje óta ott piszkálja a fantáziámat. Na nézzük, srácok. Hát a másik, az tuti, hogy már tele van. Most ez 61. Édeskevés. Igen, ez már nem is termel többet, ez 200 ezer EU. Na ezt kell majd ugye lejuttatnom valami úton, módon ide a rendszerhez. Tető, nem tető, innen leliftezek. Úgy. És most már aztán a utolsó lapát is meg lesz, és szerintem el is köszönök, mert ez így mára már több mint hosszú lett ez a rész, de jó, kikraftoltam magamat itt az MFE. Azt majd rá lehet kötnöm. Így. Tényleg meg kell, hogy csinálom a följövetelt. Ezt most
ebben a részben elmondtam, vagy 20-szor, de hát... Hello, hát igen, meg valami pilácsot ide. Essélek, kis csávó. Gyere, picim, gyere, gyere, várjál, lelöklek. Gyere, megmutatom, merre kell menni. Arra. Úgy, mondom, arra. 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 Na, bungee jumping. Jaj, szegény. Uff, degenyó vagyok. Na, hát így zárszónak kinyírtam egy zombit itt a tornyaim tetején. Egyelőre így néznek ki, még majd lehet, hogy valamit még upgrade-elek rajtuk. Ne fújjon át rajtuk a cug, majd meglátjuk. De azért ennek most így örülök, szóval mennek, működnek, dolgoznak. El a szélenergia, mondjuk azért kicsit túlzásra vittem ezekhez a úgymond pirinyó lapátokhoz ekkora épületeket, de azért csináltam, mert gondoltam én, hogy majd még ide, mit tudom én, még valamit beépítek, fogalmam sincs, vagy két oldalas lesz, azon is járt az agyam, lehet, hogy ide a másik oldalt is ugyanígy megcsinálom, és akkor arra is lesz turbina, a fene se tudja, majd meglátom. Na, most 81-et termel, ez ugye semmit, úgyhogy alakul ez. Jó van, mint pupos gyerek a prés alatt. Mondom, normális esetben azért ilyen százakat össze szokott hozni, de mondjuk a három akkor már az azért egész jó. És akkor még, hogyha nekiállok csinálni melléjük szolár paneleket is, ugye a napelemeket, amik majd fognak itt termelni. Tényleg az Ender Io-nak is van napelem táblája. Na, majd azt is csinálok. Szuper, és akkor itt lesz itt mindenféle energia. Emlékeztek egy részbe, itt próbálgattam ugye a potion-öket. Hát megállapítottam, hogy miért nem működött a generátorba a potion ezekkel, mert én upgrade-eltem föl az ilyen kis palackot puskaporra, viszont az ilyen dobott ilyen loot palack volt, és ugye megváltoztattam a számát, ami ott mellette van, és ezért nem ismerte föl. Itt van, ez gyönyörűen működik, belevágtam, láttátok, lett belőle egy ilyen water bottle, azt meg megfogtam, és ide belevezettem a void chestbe. Mondjuk tárolhatnám is akár, mert akkor abból a water bottle-ból meg ugye ide a Mistcrafthoz tudok csinálni tintát, de úgy döntöttem, hogy ez így most így jó. Ezek itt dolgoznak, gyűlik bennük a cucc, lesz egy csomó bőröm, ezt is beüzemeltem, ezt a generátort, ha már itt van. Minden termel érte az energiát, szépen gyorsan, ügyesen. A reaktorom meg szerintem az ki is van kapcsolva, nem? Ja, konkrétan a reaktorom le is van kapcsolva, olyan szinten vagyok itt energiával. Igen, teljes egálban van, ugyanannyit fogyasztok, mint amit termelek, tehát bőven. Úgyhogy igazából be se nagyon kell kapcsolni, beröffentem, akkor ez itt egy pillanatra azért beindul. Amit nem értek, hogy miért. Ja, a gép bufferek, igen, azok alacsonyan vannak, és azért, azok még töltődnek. Úgy konkrétan, beindítom, hagyd menjen, azért van. Úgy is lekapcsol. Jó, igen, egy kis kerti motyóm is dolgozik, és ugye ők itt össze-vissza, amelyikre szükség van. Az például nem megy, ezek mennek. Ez ebben a pillanatban kapcsolatban az utolsó. Úgyhogy alakul itt, nem leszek én itt energia nélkül, még véletlenül sem. Jó, hát ez elég hosszúra sikerült az a rész, mondhatni, nagyon baromi hosszúra. Hát majd következőt egy kicsit igyekszem furtábra venni, ne legyen ilyen hosszú. Megnézzük a növényeimet, van itt minden, mint a búcsúba. Lehet, hogy azt a manapult majd, és ezt a történetet itt levezetem a föld alá, vagy alá fogom tenni, vagy valami ilyesmi, vagy fölé inkább, az lesz a tuti. És akkor oda még egy növénykét el tud helyezni. Na, majd meglátom.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hogyha tetszett, akkor gyertek velem a következő részbe is, mert látjuk, hogy mi fog történni. Addig is, szervusztok, sziasztok!